Hatalmas heroin szállítmányra csapott le a bolgár vámőrség Burgázban. A történelmi drogfogás körülbelül 35 millió eurót ér. Összesen 436 kiló heroin találtak egy kamion alvázában, nagyjából egy kilós csomagokra osztva. A dolog érdekessége, hogy gond nélkül átjutott több határon is. A kerületi ügyész azt hangsúlyozza, hogy ennyi drogot még sosem foglaltak le Burgas területén, mióta vannak erre vonatkozó adatok. Gyanúsított viszont nincs, a rendőrök még senkit sem vettek őrizetbe, keresik a lehetséges elkövetőt vagy elkövetőket. A nyerges vontató hajón érkezett Grúziából, de a szállítmány nem onnan származik. Az ügyész szerint nem Bulgária volt a célállomás, hanem tovább akarták vinni a drogot Görögországba.